katonazenekar vezette a felvonulást a 18. Nyíregyházi Huszár találkozón és honvédelmi családi napon. Az országzászló téren huszárviseletbe öltözött lovasok, a honvédség tisztjei, a Nyíregyházi Honvéd Kollégium növendékei is jelen voltak. A Magyar Huszár Alapítvány vezetői, huszárhagyományokat őrző egyesületek és huszárcsaládok leszármazottai is megtisztelték az eseményt. A rendezvény védnökeinek sorában dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere köszöntötte elsőként a megjelenteket. A városvezetés határozott célja a huszárhagyomány, a huszárszellemiség őrzése, ápolása és továbbadása. És büszkén gondolhatunk arra, hogy bár már egyetlen egy lakatlan sem működik sajnos Nyíregyházán, de Nyíregyháza visszakerül a katonavárosok körében. Az ilyen rendezvények nagyszerű alkalmat adnak arra, hogy azt a mentalitást, amely ezt a fegyvernemet világszerte híressé tette, a bátorságot, a vakmerőséget, a kitartást, a gyors helyzetfelismerést élővé tegye, élő hagyományként ápolja. A huszár több, mint egy lovas katona. A huszár mi vagyunk. A nemzeti karakterünk egyenruhába öltött lényege, jelentette ki a honvédelmi miniszter. Az 1997-ben avatott magyar huszár szobránál tartott megemlékezésen beszédet mondott Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter, aki maga is nagymúltú huszár család tagja. A miniszter beszédében a magyar nemzeti érdekeket hangsúlyozta a szomszédban dúló háború okán, és bejelentette, hogy hamarosan ismét lesz modern, nem lovasított huszáregység a magyar honvédségben. Valódi rendszerváltás történik a mi házunk táján is. A magyar költségvetés tartósan 2%-ot fordít legalább a védelmi kiadásokra, aminek 20%-a a NATO elvárása, hogy fejlesztésre fordítjon, ezt mi jóval meghaladjuk. Elvárom önmagamtól, ettől a szervezettől, és a kormány is elvárja tőlünk, hogy végrehajtsuk a szükséges változtatásokat. Háború kezdete előtt már évekkel elindítottuk a magyar hadsereg teljes átfegyverzését, NATO-kompatibilis eszközökkel való ellátását. Ezt a háború csak felgyorsította, illetve annak tanulságai új eszközök beszerzését tették szükségessé. Építjük a magyar védelemipart, nagymúltú magyar védelemipart, amelynek gyárai, Zalaegerszeged, Gyulán, Kiskunfélegyházán és máshol működnek, és folyamatosan építjük az új termelőüzemeket, amelyek csatlakoznak ehhez a munkához. A Magyar Honvédség szervezeti átalakulásokon is lép és halad át, és nagy erőt és figyelmet fordítunk a területvédelem építésére, infrastruktúrát fejlesztünk, és a katonai nevelést is fókuszban tartjuk. Hölgyeim és uraim, ezek mind személyes ügyeim. De van itt egy ügy, amely igazán közelről érint, és ez a magyar huszár ügye. A magyar nemzet egy egész csapatnemet adott a világnak, a magyar huszárt Európa, sőt a világ harcterein és szalonjaiban is a magyar huszár virtusáról regéltek, és a gyönyörű magyar zsinóros huszár uniformusokat viselik a mai napig Dániától, Anglián keresztül, Franciaországon, az Egyesült Királyságig. Csak mi magyarok hittük el, hogy a huszár már a múlté. És mint oly sok mindennel a kommunizmusnak, majd később szocializmusnak nevezett ostoba és felesleges társadalomkísérlet pusztításának hatására, ezzel mi magunk számoltunk le, dobtuk, sútba, felejtettük el. Pedig a huszár az több, mint egy lovas katona. A huszár mi vagyunk, a nemzeti karakterünk egyenruhába öltött lényege. Kreatív, eszes, gyors, öntevékeny és bátor, büszke és magabiztos. Ezek olyan adottságok, amelyek nem pusztán katonai erények, hanem a mai versenyben, a nemzetek közötti versenyben is versenyképességünk alapját jelentik. A köszöntőket ökumenikus hálaadás követte és az emlékmű koszorúzása. A kétnapos rendezvény számos programot vonultatott fel a Sóstói Múzeumfaluban, az emlékezés és a hagyományőrzés jegyében.